boldogok vagytok! Című prédikációval szeretném tanulmányozni veletek Isten szavát. Testvérek, boldogok vagytok? Miért vagytok boldogok? Ha a kisgyermekekre gondolunk, őket egyetlen játékkal is boldoggá tehetitek. Csak egy kis mackóval is olyan nagy örömet éreznek, Mintha az egész világ a kezükben lenne. Akkor mit tesz minket? A mennyei gyermekeket olyan boldoggá, és a próféta jövendelésében meg van írva, hogy az öröm és az énekszó soha nem szűnik meg Sionban. Ha megnézzük a jövendelés ezen szavait, megbizonyosodhatunk arról, hogy Sion az a hely, ahol mindig öröm és boldogság árad. Akkor mik a boldogság elemei és forrásai Sionban? Mitől érzitek kellemesnek az otthonotokat, amikor oda mentek? Ugyanaz a tévé, ugyanaz a hűtőszekrény és ugyanaz a bútor van ott. Nem ezek a dolgok tesznek minket igazán boldoggá otthon. Amikor beléptek az otthonotokba, úgy érzitek, ez a hely él, itt meleg a légkör. Akkor mitől lesz meleg és kellemes a légkör otthon? Az otthon legfontosabb eleme az anya mivel anya otthon van. Még ha nem is mond semmit, a jelenléte önmagában melegséggel, boldogsággal és szeretettel tölti meg az otthont. Igaz? Ezzel kapcsolatban azt hallottam, hogy amikor az indiai Sion családtagjaink a templomba jönnek, mindig azt kérdezik egymástól, are you happy? Ez egy köszönésé vált számukra. Szeretném megkérdezni tőletek is. Are you happy? Boldogok vagytok? Boldogok vagyunk, mert Istennel vagyunk. Hamarosan belépünk a mennyországba. Mennyei anya velünk van. És együtt Isten tiszteletet tarthatunk a szeretett testvéreinkkel Sionban. Milyen boldogok vagyunk? Mit tegyünk a világ minden aggodalmával és gondjával legalább napon? El kell vetnünk mindet és el kell felejtenünk azokat. Ma gondoljunk csak is Istenre, a mennyországra és mennyei anyára, aki velünk van. Remélem, hogy el fogtok merülni az Isten által adott igazság szavaiban, és élvezni fogjátok az ő szavában található örömöt, hogy a mai nap is egy becses nap legyen. Ahogy a tagok száma növekszik Sionban, úgy felmerülhet néhány probléma, mint otthon. Néha versengés van a gyermekek között abból a gondolatból, hogy kit szeret jobban anya. A sok gyermek hatékony gondozása érdekében egy anya azt mondhatja a legidősebb gyermekének, Gondoskodj a fiatalabb testvéreidről, és gondoskodj arról, hogy mindenki harmóniában legyen. Azonban ezt látva a fiatalabb testvérek féltékenyekké válnak. Azt gondolják, anya csak őt szereti. Csak neki mond el fontos dolgokat. Mi teljesen ki vagyunk hagyva. Azt mondják, hogy a gyermekek általában így éreznek. De egy anya tényleg így gondolkozik? Sok anya van itt. De egyáltalán nem így gondolkoznak. Az anya mindenkit egyformán szeret, mint ahogy nincs az az új, ami ne fájna, ha megharapják. Amerikában volt egy híres elnök, Eisenhower. Ő a második világháború hőse volt. Ő volt a Szövetséges Expedíciós Erők legfelsőbb parancsnoka Európában, majd az Egyesült Államok elnökeként szolgált, és hét testvére volt. A szomszédok és az ismerősök mindig odamentek az anyjához, és azt mondták, jól nevelted a fiadat. Biztosan nagyon boldog vagy. Az emberek mindig azzal üdvözölték az anyukáját, biztosan boldog vagy, hogy ilyen jó fiút neveltél. Minden alkalommal ugyanazt a választ adta. Melyik fiamról beszélsz? A szavainak jelentése az volt, én büszke vagyok mind a hét fiamra és mindet csodálatosnak tartom, ezért nem tudom, melyikre utalsz. Természetesen az emberek eisenhower utaltak, mint tábornokra vagy elnökre, de az, hogy ő tábornok volt-e vagy elnök, nem számított az anyukájának. Ő úgy értette, míg ő az én becses fiam és büszke vagyok rá, de én mind a hét fiamra büszke vagyok. Azért, mert ők mind a saját szerepüket játszották és jól élték az életüket. Még ha volt is egy fia, aki hiányos volt valamiben, milyen volt az anyja emlékezetében? Ő úgy emlékezett rá, mint egy fiára, akire büszke volt. Mennyei anya Sion minden gyermekét becsesnek tartja és szereti. Eisenhower elnök édesanyja igazán bölcs asszonynak tűnik. Akármikor a körülötte lévők megkérdezték ezt, a válasza mindig ugyanaz volt. Biztosan boldog vagy, hogy nagyszerű fiad van. Biztosan nagyon büszke vagy. Amikor az emberek ezt mondták, ő azt mondta, melyik fiamról beszélsz. Ez egy rövid válasz volt, de ebben az egy mondatban nagyon lehet érezni az anya jellemét. Mennyei anya és mennyei atya sem tartja becsesebbnek, sem szereti jobban az egyik gyermekét a másiknál. Ők kiontották a vérüket Sion minden gyermekéért, keményen munkálkodtak minden erőfeszítésükkel, és még most is szüntelenül szeretnek minket. Ezt soha nem szabad elfelejtenünk. Így azon szavak közül, amiket anya mindig ad nekünk, emlékszem, hogy ő azt mondta, ti vagytok az én mindenem. Ti vagytok az én mindenem az életemben. Ez nem csak egy konkrét gyermekre utal. Anya mindannyiunkat szeret, Sion minden tagját. Nem csak egyedül Eisenhower tette büszkévé és boldoggá az anyukáját, hanem az a gyermek is, aki kiemelkedő volt, az a gyermek is, aki hiányos volt, és az a gyermek is, aki csak egy százalékban volt hiányos. Isten minden gyermeke, aki Sionba jön, mennyei anya számára a büszkeség forrása. Mindannyian büszkévé tesszük őt. Az egyik tagunk azzal, hogy jó a hirdetésben, egy másik tagunk azzal, hogy jó az evangelizációban, és más valaki pedig azzal, hogy megtérő életet ér él helyesen felismerve a bűneit. Annak oka, hogy ő miért büszke, változó. Ezért ettől a pillanattól kezdve vessünk el minden gyermeki gondolatot. Nem kellene felismernünk, hogy atya és anya szeretik és becsben tartják Sion minden gyermekét, akik a mennyben védkeztek és kiűzettek a földre? A Bibliában, Moseás könyvében meg van írva: Törekedjünk megismerni Istent. Minden erőfeszítést meg kell tennünk, hogy megismerjük Istent. Akik szülők, azok meg fogják érteni. Szeretitek minden gyermeketeket, az elsőt, a másodikat, a harmadikat és még a tizediket is, de úgy tűnik, hogy a gyermekek nem így látják. Anya csak a nővéremet szereti, aki jól végzi a tanulmányait. Anya csak a bátyámat szereti, aki magas pozíciót tölt be. Ez egyáltalán nem így van. Egyetlen szülő sem szereti jobban az egyik gyermekét a másiknál, amiért magas pozícióban van, vagy ügyesen tanul. A szülők minden gyermeküket szeretik és becsben tartják a születésük pillanatától kezdve. Ezért ma el kell vetnetek azt a gondolatot, hogy úgy érzem, hogy engem egy kicsit kevésbé szeretnek, mint azt a tagot. Értsük meg Isten szeretetét első János negyedik fejezete által. Első János negyedik fejezet. Nézzük meg első János negyedik fejezetének hetes versét. Első János negyedik fejezet hetes vers. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet az Istentől van, és mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Istene világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is. Mit kell tennünk? Szeretnünk kell egymást. Mennyei atya és mennyei anya szüntelenül szeretnek minket. Ők nem csak egy tagot szeretnek. Isten mindenkiért kiontotta a vérét a kereszten. Ha van tíz új, akkor közöttük nincs egy, amit Isten ne szeretne. Figyelembe véve, hogy Istennek mindannyiunkra szüksége van, mindannyiunkat becsesnek tart, és mindannyiunkra kiárasztja az ő kegyelmét, mindig a szívünkbe kell fogadnunk Isten szeretetét, és ebben a szeretetben növekednünk és táplálkoznunk kell. Arra kell gondolnunk, hogy atya és anya annyira szeretnek minket, hogy testet öltve jöttek e földre. Nem haboztak elviselni a kereszter hét a bűneinkért, amit nekünk, mennyei bűnösöknek kellett volna hordoznunk. Ezért nem szükséges másra nézni. Ők elhagyták a mennydicsőségét és feláldozták az életüket miértünk. Az egész univerzum lebeszélése ellenére is Isten eljött a Földre. Küldhetett volna egy angyalt maga helyett, de úgy döntött, hogy ő maga jön el a Földre engesztelő áldozatul, kiontva a vérét értünk és elviselve minden megpróbáltatást és szenvedést, amit nekünk kellett volna elviselnünk. Már csak ezáltal a tény által is meg kell tudnunk érteni, hogy Isten mennyire szeret és becsesnek tart minket. Mostantól fogva nem szabad gyermeknek maradnunk, hanem olyan érettekké kell felnőnünk, akik képesek megérteni Atya szívét és anya áldozatát. Igaz? Ezért van az első János negyedik fejezetének 11. versében megírva, hogy így szeretett minket az Isten, bemutatva, hogy mennyire szeret minket. Nézzük meg még egyszer. Nézzük meg a 11. verset. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Az Isten soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk. Erről ismerjük meg, hogy benne maradunk és ő mi bennünk, mert a maga lelkéből adott minékünk. És mi láttuk és bizonyságot teszünk, hogy az atya elküldte a fiút a világ üdvözítőjéül. 15. vers. Aki vallja, hogy Jézus az Istennek fia, az Isten megmarad abban, és ő is az Istenben. És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet. És aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban. A szeretetben nincsen félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Megvan írva! Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Az első, a második, a harmadik, a negyedik és a tizedik gyermek is mind Isten szeretetében lakozik. Mint ahogy nincs egyetlen gyermek sem, aki ki van rekesztve a szülei szeretetéből csak mert nem látják őket gyakran, úgy emlékeznünk kell arra, hogy mi mindannyian Isten szeretetében vagyunk, nem igaz. Nézzük meg a 19-es verset. Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, és gyűröli a maga atya fiát, hazugaz. Mert aki nem szereti a Maga Atya Fiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát? Az a parancsolatunk is van őtőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a Maga Atya Fiát is. Ma a szívünkbe kell vésnünk, hogy Isten számos parancsolata között, mint például a szombatnap és a páska, a testvéri szeretet parancsolata is van. Amikor Sionba jövünk és valaki megkérdezi, are you happy? Ne válaszoljunk csak szokásosan, úgy, hogy yes. Ehelyett a mennyei gyermekekként teljesen gyakoroljuk az Isten által adott szeretet parancsát, és közvetítsük a világ minden emberének ugyanazt a szeretetet, amit atya és anya ad nekünk. Remélem, hogy Isten gyermekei szeretetként fognak kiemelkedni, Akár otthon a családdal, akár a templomban más tagokkal, vagy a társadalomban másokkal. Azért, mert ahogy mondják, a szeretet az Istentől van. Ezért az, hogy mindig szerető szívvel rendelkezünk, az élő bizonyítéka annak, hogy Isten mindig velünk van, igaz törődjünk mindenkivel szeretettel körülöttünk. A mennyei testvérekkel, a családtagokkal, a munkatársakkal, a barátokkal és az ismerősökkel. Csak is akkor tehetjük siont azzal a helyé, ami igazán otthonnak érződik, olyan ételekkel, amelyek még az otthon főzött ételeknél is finomabbak, és melegebb és kellemesebb légkörrel, mint a világé. Ez nem azért van, mert itt van atyánk és anyánk és a szeretett testvéreink. Sion minden gyermekének napról napra növekednie kell atya és anya szeretetében. Ilyen módon Isten bizonyságot adott nekünk a szeretetről. Lapozzunk első Korinthus 13. fejezetéhez. Nézzük meg első Korinthus 13. fejezetének egyes versét. 13. fejezet egyes vers. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengőérc vagy pengőcimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is, úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyökről, szeretet pedig nincsen én bennem. Mi vagyok? Semmi vagyok. A szeretet nélküli hitet és az evangéliumért bármilyen szeretet nélkül végzett tevékenységet hiába valónak mondják. Nézzük meg a hármas verset. És ha vagyonomat mint felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. A Biblia egyértelműen kijelenti, hogy az, amit szeretet nélkül csinálunk, hiába való. Nézzük meg a négyes verset. A szeretet hosszú tűrő, kegyes. A szeretet nem irítkedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. Nézzük meg a nyolcas verset. A szeretet soha el nem fogy, de legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek, vagy akár nyelvek megszűnnek, vagy akár ismeret, eltöröltetik. Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a profétálás, de mikor eljö a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. Mikor gyermek varék, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek. Minek utána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig szírről szíre. Most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet e három. Ezek között pedig legnagyobb a szeretet. Testvérek, a szeretetnek túl kell áradnia, különösen Siomban. Figyelmesnek és megbocsátónak kell lennünk egymással szemben. És agya és anya szívének mindig jelen kell lennie és érezhetőnek kell lennie Siomban. Azt mondják, hogy az emberek azokhoz hasonlítanak, akikre ránéznek. Akik szeretik a bézbolt, azoknak kétségtelenül egy nagyszerű játékos a példaképük. Akik szeretik a focit, azoknak egy nagyszerű focista a példaképük. Azáltal, hogy megfigyelik a technikáikat és az erősségeiket, és igyekeznek elsajátítani azokat, az emberek azon kapják magukat, hogy megváltoznak anélkül, hogy észrevették volna. Ezért azt mondják, hogy mindenki arra hasonlít, akire ránéz, és ez az átváltozás az emberi élet része. Ezért nekünk mindig Istenre kell néznünk. Ha figyelembe vesszük az életet, amit mennyei atya és mennyei anya élt, és az áldozat és a szenvedés útját, amit értünk, elviseltek. Minden, ami az első Korinthus 13. fejezetében van, természetesen be fog teljesedni Sionban, nem igaz? Mindig tudunk örülni, szüntelenül imádkozni, hálát adni mindenben, és egymást különbnek tartani. Olyan szeretettel kell rendelkeznünk, mint Ábrahám, aki azt mondta, ha te a bal oldalt választod, én a jobb oldalt fogom választani, és ha te a jobb oldalt választod, én a bal fogom választani. Annak ellenére, hogy Ábrahám magasabb pozícióban volt, ő engedett az unoka Lótnak, és engedte neki, hogy először válasszon. Isten emlékeztet minket, hogy ez az a természet, amit magunkra kell öltenünk Sionban. Az örökmennyország napról napra közelebb kerül hozzánk. Háború van Izrael és Palesztina, valamint Oroszország és Ukrajna között. Földrengések történnek itt-ott, különböző éghajlati csapásokkal együtt. Látva a körülöttünk zajló számos eseményt, egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy az ítélet napja, amikor Isten megítéli a földet a Biblia jövendölése szerint, egyre közeledik, és a mennyek is közeledik. Ha mindannyian így érezzük, akkor nem kellene beteljesítenünk azt a jövendelést is, hogy Sionból mindig öröm és énekszó zeng, és a mennybe mennünk. Ahhoz, hogy ezt elérjük, mindig emlékeznünk kell arra, hogy milyen helysíjon. Ez a mi otthonunk, ahol atya és anya van, a mi szüleink, akik nem haboztak elviselni a kereszt fájdalmát és szenvedését értünk. Ez az Isten háza. Ha mindig ilyen megértésünk van, akkor akármikor valaki megkérdezi, are you happy? Könnyen fogunk tudni válaszolni, yes I am. Sionnak mindig ilyennek kellene lennie, nem igaz? Eisenhower elnök anyukájának történetéhez hasonlóan, mennyei anya sem csak egy tagnak ad szeretetet. Ő mindenkit szeret. Kérlek, véssétek a szívetekbe, hogy anya mindenkit egyformán és nagylelkűen szeret. Ha valaki azt mondja mennyei anyának, Büszke lehetsz arra, hogy ilyen nagyszerű fiad van, mennyei anya biztosan ugyanazt fogja mondani. Melyik fiamról beszélsz? Én büszke vagyok mindegyik fiamra. Melyikre gondolsz? Melyik lányomról beszélsz? Én büszke vagyok mindegyik lányomra. Gondolkodjunk el ma ismét azon, hogy ilyen a mi mennyei atyánk és mennyei anyák szíve. A mennyei szüleink értünk jöttek el a földre, helyreállították az elveszett igazságot értünk, és szívesen hezitálás nélkül viselték el a kereszt fájdalmát helyettünk. Emlékezve lelki atya és lelki anya kegyelmére, Térjünk meg gyorsan és éljünk egy újjászületett életet ezen a földön, hogy biztosan visszatérhessünk a mennyei otthonunkba. Remélve, hogy a mai szombatnap megtéréssel, hálaedással, dicsőség és dicséret adásával lesz tele, szeretném befejezni a prédikációt. Köszönöm szépen!